színesen szép a világ. Amikor teljes sötétség borul el, és mikor kialszik minden fél, amikor éjszaka lesz a világosság, és mikor elhagy minden fél. A sötétség nem borít el előle, az éjszaka úgy fénylik, mint a nappal énekel. A sötétség olyan, mint a világosság, mert te Jézus eljöttél hozzám. A sötétség nem borít el előled, az éjszaka úgy fénylik, mint a nappal énekem. A sötétség olyan, mint a világosság, mert te Jézus eljöttél hozzám. Meg vagyok győződve, sem halál, sem élet, sem démonok és semmilyen hatalmasság, sem ami most vannak, sem ami jönni fognak, sem magasság, sem mélység többé már. Sohasem, semmi nem választhat el, örökké tartunk szerelmettől, Istenem, amit hallhattál te egyetlen fiatban, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Sohasem, semmi nem választhat el, örökké tartó szerelmettől, Istenem, amit adtál te egyetlen fiatban, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Meg vagyok győződve, sem halál, sem élet, sem démonok és semmilyen hatalmasság, sem ami most vannak, sem ami jönni fognak, sem magasság, sem mélység többé már. Soha semmi, semmi nem választhat el, örökké tart szerelmettől, Istenem, amit adtál te egyetlen fiatban, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mert soha semmi, semmi nem választott el, örökké tartó szerelmettől, Istenem, amit adtál a te egyetlen fiatban, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Köszöntöm a Színesen szép a világ nézőit. A következő két alkalommal a jászapáti égő csipkebokor gyülekezettel és a gyülekezet tagjaival fogunk megismerkedni, így elsőként Kálai Csaba, aki a gyülekezetben evangélistaként működik, érkezett el hozzánk. Szia, Csabi! Égő csipkebokor gyülekezet. Honnan kapta a nevét? Miért pont ezt választottátok a gyülekezetnek? Hát igazából pont nekem hozta fel ezt az Úr. Ugye nagyon szerettem Mózes történetét, és éppen pont az Úrral való találkozás során találkozott ugye az égő csipkebokorral, és ott igazából addig is gyakorolt a hitit, mert egy éppen másik pásztornak volt a másik pásztor, másik gyülekezetbe pásztorolt ő is, csak egyik nap úgy gondolta, hogy a szokottnál tovább lép, és akkor
találkozott ebből a csodával. És így, hogy nekem, hogy mondjam, amikor én is találkoztam az Úrral, égett a szívem. Lángolt a szívem azért a szeretetért, azért a dolgokat, amit az Úr tett értem, meg az Úr jelenléte. És úgy gondoltam, hogy ez a gyülekezetünket is igazából, mert a gyülekezetben is olyan emberek vannak, akiknek ég a szívük az Úrnak a jelenlétért. És ugye így még hívőként is, hogy úgy ég egy csipkebokor, hogy közben nem ég el. Az a szentség, az a tűz, ez csak egy hatalmas csoda. Úgyhogy az Isten jelenlét. És ezért én javasoltam, hogy ez legyen, és ez tetszett mindenkinek. Úgyhogy szeretnénk hordozni ezt a tüzet, azt az Isten jelenlétet. Hát és kívánom minden hívőnek, hogy ez így legyen az életében, hogy a tűz az ott égjen benne, és maradjon meg mindig. Hány főből áll most a közösségetek? Hát jelenleg úgy, akik stabilan megvannak, az körülbelül 40 fő plusz gyerekek. Nem olyan régi közösség ez. Hány éve működtek? Ez körülbelül 5 éve, ha jól tudom. 5 éve vettük mi át, mint vezetők. Előtte egy másik vezető pásztor volt ott velünk, Lencse Balázs, említhetem a nevét. De 5 éve szerintem mi vezessük, és nagyon szeretnénk tudni, hogy Isten vezet bennünket ebből. Én úgy tudom, hogy abban a térségben azért van egy néhány gyülekezet. Az emberek ennyire fogékonyak az Isten jelenlétére? Hát igen, igen, igen. Csak ez valamilyen szinten ez nem csak a jó oldala, hanem a kicsit van kellemetlen is, mert nagyon sok olyan emberrel találkozok, aki azt mondja, hogy miért van ennyi gyülekezet. És igazából nem is baj lenne, ha én úgy gondolom, nem is baj az, hogyha több gyülekezet van, mert ugye Isten szereti a sokszínűséget. Viszont kívánom, szeretném, ha jó kapcsolatok lennének a gyülekezet és gyülekezet között, mert ez nagyon fontos lenne ahhoz, hogy lássák az emberek, hogy mi nem versengünk, nem az a célunk, hogy versengés meg ilyen dolgok legyenek, hanem az, hogy egységbe, szeretetbe csináljuk ezt. Hát próbálkozunk. Én azért azt gondolom, hogy ti tesztek érte, és aki látni akarja, az látja is, hogy próbáltok az egységben megmaradni, mert hogy nektek vezetőségi megbeszéléseitek vannak, nem csak gyülekezeten belül, hanem más gyülekezetek vezetőivel is összejöttök, és együtt tanácskoztok. Ez azért együttműködésnek minősül, nem? Nagyon jól tudod ezt a dolgot, igenis. Hát hiszünk a Biblia, ami a Bibliában meg van írva, hogy jó kapcsolat kell, hogy legyen gyülekezeti és gyülekezetek között. Attól függetlenül, hogy Isten szereti, ha sok a színűséget, meg példa, amikor ugye kimentek halászni, és sokat fogtak, és szóltak a másik hajónak, hogy gyertek, ti is pakoljatok be. Ha ez a kapcsolat nincs meg, meg ez az egység, szerintem, mert az én véleményem az, hogy az Úr az egységbe lakozik. Szóval ez fontos lenne, hogy gyülekezet és gyülekezetek között legyenek kapcsolatok. Ha sok más dologokban nem is értünk egyet, de abban együtt kéne érteni, hogy mi az Isten akarata. És ezekért teszünk is, igen, ott a jársságból, több gyülekezettel, szabteresek, evangélikusok, nem tudom, baptisták, meg több gyülekezet vezetőikkel, 2 vagy 3 éven nagyon jó kapcsolatban vagyunk, szinte havi, 2 havi szinten találkozunk, közös programjaink vannak, közös dolgaink is, amiben esetleg hiányt szenvedünk, azokat ők pótolják, de ugyanígy van nálunk is, amiben erősek vagyunk, és azt mi adjuk, amiben gyengébbek vagyunk, azt ők adják, és így ki segítünk egymáson.
És te szerves része vagy a gyülekezetnek és a gyülekezet épülésének, hiszen az evangélista az, aki az örömhírt elmondja az embereknek, és az emberek ezt meghalva vágyakozni fognak Jézus után, és ezért jönnek be a gyülekezetbe, ugye. És kijelenteni nem akarom, ezért kérdezem tőled, hogy jól tudom-e, hogy az egyházatoknak az egyetlen hivatalosan kijelentett vagy felkent evangélistája vagy te. Hát igaz, persze, igen. Melyik egyházról beszélünk? Apostoli. Valamikor ős keresztény egyház volt, most apostoli egyház is, ezen belül vagyunk mi. És nagyon jól tudod, hogy az egyetlen fölkent, elismert szolgáló, evangélistaként szolgálok. Persze ez nem azt jelenti, hogy én vagyok a megmentő, hogy én rólam szól minden, hanem itt közösen dolgozunk, van egy csapat erre, van egy missziós csapat is, ami bármikor, ugye a gyülekezet és gyülekezetek között, mármint az apostoli egyházon belül, hogyha kell, akkor együtt kimegyünk, együtt támogassuk egymást, de van, amikor tényleg úgy a saját gyülekezetünk, mi is kimegyünk úgy, és gyakoroljuk a hitünket, főleg ott otthon most, de egyébként így most a pásztori körbe is, ahogy hívnak segítségül, akkor megyünk. Úgy látszik, hogy az egyházatokban nem gyakran történik meg az, hogy vagyis nem csak úgy osztogatják az evangélista kijelentést. Mégis sikerült ezt az érdemet megkapnod, és tudjuk, hogy a dicsőség az Istené, amen. De valamiért mégis megkaptad ezt. Ha egyáltalán nem osztogatják, te pedig kinevezett evangélista vagy, hogy vezetett ide az Úr? Dicsőség az Úrnak. Hát szerintem ez a szolgálat, ahogy mondod is, ez az Úrtól van, ő adta rá Kennedyt, hogy mondjam, működik az Úr. Nem tudom, kiérdemelni? Vagy... Ezt az Úr adja, és ez az elhívás, ez látható volt, mert ennek egy gyümölcse van. Hogyha kimegyünk valahova, bizonyságot teszek, hirdetem az evangéliumot, akkor az emberek azonnal jönnek, hallgassák. Most az, hogy ki fogadja meg, ki nem, de a lényeg az, hogy mindig van neki gyümölcse. Úgyhogy ott Isten bizonyságot tesz arról, hogy te valójában az ő fölkentje vagy. Nagyon érdekes lehet, hogy mondjuk teszem azt, elmegy 10 ember hallgatni az evangélista üzenetét, és a 10 emberből 2 megtér, az ember hajlamos a 8-on gondolkodni, hogy ők miért nem, és nem észrevenni a 2-t, pedig nekünk a 2-vel kell foglalkoznunk, aki ott maradt. Nagyon jó beszélsz. Ez ugyanaz, amikor tudod, hogy az embernek ott van az életében az Istennek a jelenléte is, vagy a áldása, és ugye nem arra figyel, hanem azokra gondol, amik még nincsenek ott, tudod, és ezért elfelejt az ember hálát adni azért, ami már megvan, mert vágy van a szívében, vagy igen, nagyon jól mondod, és igaz, hogy eddig bennem volt ez a szomorúság, hogy uram, miért nem, miért több, mi ez a kevés, uram? De Isten azt mondta, hogy nem a mennyiség a lényeg. Nézd meg, 12 ember, akik befogadtak engem a szívükből, milyen nagy munkát el tudtak számomra végezni. Úgyhogy nem a mennyiség, hanem a minőség. Persze, mint az elhívásom is, meg a szívem vágya is, hogy minél több ember megtérjen, de az Úr azért ebbe békességet adott, hogy nem az a lényeg, hogy mennyire, hanem hogy a minőség, hogy mennyire szánta oda magát, milyen döntéssel fogadta be az Urat. És miután az evangélista üzenete kiment, megtörtént az evangélium hirdetés, az emberek találtak valamit az üzenetben, Jézust, ami vonzza őket, utána azért még egy jó nagy feladat vár a közösségre, a gyülekezetre, mert ezeket az embereket a behívás után meg kell vendégelni, gyertek, legyetek a tagjai ennek a gyülekezetnek, és meg kell őket tartani, fel kell őket nevelni. Erre van elhívva talán a gyülekezet, nem igaz? Úgy van, nagyon jól mondod, éppen sokat gondolkoztam ezzel, hogy mi a feladatunk nekünk, meg mi a feladat a gyülekezetnek. Csak annyi, hogy összejövünk hétvégén, hallelujázunk, dicsérjük, szép is, jó dolog. De egy hónapig beteg volt az öcsém, az egyik szanatóriumban, tüdőszanatóriumban volt, és jártam hozzá látogatóba,
És ott kialakult egy kép, láttam egy képet arról, hogy mit csinálnak ezek, akik a szobában vannak, 5-6-an. És tudod, láttam megjelenni azt az önzetlen segítségnyújtást, ami a lábadozó betegné volt, meg a fekvő betegné még. Annyira önzetlenül tudták egymást támogatni, a közösségnek az volt a feladata, hogy egymást erősítsék, kiszolgálják, és ez ott láttam megnyilvánulni az igazi önzetlen szeretetben. Igazából az isteni szeretet az pont ez, hogy önzetlen, nem keresi a hasznát, nem keresi a maga dolgait, hanem önzetlenül, háladó szívből segít a másikon. Csabi, meg tud bennünk nyilvánulni, de tényleg ez a fajta szeretet, amikor nem keressük a magunk hasznát, mert az ember még ha nem is vallja be magának, ha tagadja is maga előtt, nagyon sokszor keresi a maga hasznát. Igen, meg tud bennünk nyilvánulni, mert személy szerint is én magam is megtapasztaltam azt, amikor beszéltem Jézusról, be akartam mutatni Jézust, és azt a szeretetet szerettem volna közvetíteni, érzelmileg, amit Isten képvisel, de Isten mondta, hogy az ő szeretete nem az érzelemből, meg az érzelmi túltengésből fakad, hanem az egy döntést, hogy én segíteni akarok. Én kívánom azt, hogy az ember lássa meg a kiutat. Jézus, a Isten szeretet akkor nyilvánul meg ezekben az önzetlen dolgokban. És ha az emberben ez az őszinte szív ott van, akkor látod azt, amikor szolgálsz, hogy valami hiányzik, uram, valami nem jó, szólj. És igazából akkor érzed, hogy az igazi szeretet nem nyilvánul meg, mert nincs benne Isten. Mert nincs döntés, hanem érzelmi alapú, és hogyha én érzelmi alapon szeretek, és nem reagálják le ezt ugyanígy, akkor megsértődök. De ha döntök, ahogyan Jézus döntött, akkor még a kereszten is képes azt mondani, hogy bocsáss meg nekik, mert ők nem tudják, hogy mit tesznek. Nem arra nézett, hogy mit viszonoztak abból, amit ő adott, hanem arra nézett, hogy mi az ő döntése, és valószínűleg erre vagyunk elhívva. Amen, és Isten akarata is ez, hogy az ő szeretete nyilvánuljon meg. Mert én úgy gondolom, hogy minden ember vágyik a szeretetre. Nincs olyan ember, hiába is keménykednek, meg ezért, tudod, nem. Minden ember, és tudod, amikor még a gonosz is érzi, hogy szereted. Ez egy más dolog. Felsőbbrendű dolog, mint egy érzelmi megnyilvánulás. És az, én úgy gondolom, hogy ott születnek minőségi döntések, ahol Isten szeretete megjelenik. Beszélhetnénk most versengés, tetszelegés, ahogy Pál apostol is mondta, amikor börtönben, hogy sokan örültek neki, hogy benn van, de az evangélium hirdettetik versengésből, vagy nem tudom, hiú dicsőségből is, de igazából arra kell törekednünk, arra kell felnőnünk is, vágyakozni rá, megragadni azt a szeretetet, amit Jézus Krisztus képvisel. Valamelyik nap beszélgettünk éppen tanítványokkal az 1 Korintus 13, az olyan szép himnusz, Csak, hogy mondjam, sokszor nem igazi, ha valaki úgy olvassa, mint a Petőfi Sándor agyám túl. Szóval könnyű elolvasni, könnyű, meg én nem tudom fejből tudni a teológiai dolgokat, hanem az, hogy az embernek megtanulni azt, gyakorolni, megélni a hétköznapokban ezt a dolgot. Mert igazából Jézus tudjuk, hogy a szeretettel győzte le a világot. És ha mi győzni akarunk, nekünk is fontos, hogy úgy szeressünk, ahogy Isten akarja, hogy szeressünk. A gyülekezet dolga, ahogy az előbb mondtad, az, hogy a befogadott ember, amikor bejön, akkor azzal úgy foglalkozzanak, mint ahogy ott volt Lázár története is, kihívta sírból Lázárt, ugye a Biblia ismerőkhez szólunk, most ott volt rajta a György, ahogy kilépett a sírból, azt mondta az Úr, segítsetek neki. Ez a gyülekezetnek szól ma. Ha valaki bemegy a gyülekezetbe, ugye vak, süket, ugye azt mondanám, hogy élő halott, de bejött valami, mert valami megragadta az ige hirdetés során, bejött,
És ahogyha kijött a sír, mert végül is a halálból jött, szólítjuk ki őket, mi is. A gyülekezetnek a dolga, hogy szeressék, foglalkozzanak vele, szedjék le róla a gyolcsot, hogy lásson, hogy halljon. Szóval ez, ahogy a kórházban is megnyilvánul ez a szeretet. Megnyilvánult. Na, ha már Lázár történeténél tartunk, és a halott életre kell. Engem nagyon érdekel, hogy te hogy keltél életre. Hát igen, makas gyerek voltam, én is azok közé tartoztam, de hála jó Istennek, amikor én is meghallottam az örömhírt, mondjuk az nem most volt, hát ugye, mivel kerestem én is a békességet nagyon sok dologba. Egyébként volt bennem egy keresés, de az, hogy most Isten keresés, vagy nem, de azt tudtam, hogy én is békességre vágytam, szeretetre, megértésre. De ahogy mondtam is neked előtte, hogy beszélgettünk, hogy olyan gyerekkort éltem meg, ami nekem Kánaán volt igazán ebbe a zárt csoportba, cigántelepen. De ahogy kikerültem ugye az iskolába, ott már azonnal láttam és szembesültem azokkal a gonosz dolgokkal, megvetéssel, stb. És akkor egy ilyen sérült az életem ezen a területen, hogy kisebbségérzettel küzdködtem meg ilyenekkel, és akkor valamivel úgy ki kellett egyenlítenem, mondanám így, az meg az agresszióba tört ki, ugye úgy azzal kerekedtem felül, hogy most nem azt mondom, hogy mindenkit megvertem, de akit tudtam, megvertem, és akkor oké, egyenlők vagyunk most. Ők bántottak, te is bántottad őket. Így van, és ebből kifolyólag, ahogy ez így nőttem fel, ezzel nagyon sok problémám volt a rendőrséggel itt-ott, és azért ebből dolgokból ültem is. 17 évesen tökölönkeztem fiatalokkorban börtönibe. És hát ott meg mit mondjak, de tudod, mit mondok neked, hogy az első érintés, ami valójában megérintett, jöttek be, azt hiszem 90-es években volt az a rendszerváltás, akkor beengedték ezeket az ökumenikus csoportot, és én akkor kimentem egyik alkalomra, és ott megérintett már az Úrnak a szeretete. De nem tudtam még hova rakni, nem tudtam vele mit kezdeni, utána történt valami, bezárodott ez a dolog, és utána nem is foglalkoztam úgy vele. Utána találkoztam egy könyvvel, nem tudom, ismerőse, Méri, amit a pokorról tudni kell, az a cím ennek a könyvnek. Ezt a könyvet találkoztam vele, és akkor elkezdtem olvasni, de az első 3-4 mondat után így elhajintott. Megijedtem tőle. Félelem szállt, mert tudod, amiket beszélt itt. Körülbelül ilyen 8-10 hónap kellett hozzá, mire elolvastam. Mennyire érdekes, hogy ha félredobod, mert megijesz tőle, nem akarsz vele találkozni, akkor nincs is. Attól függetlenül még volt, igen. Csak te nem mertél vele találkozni. De nem az volt, tudod, szembesültem a dolgaimban, milyen gonoszságokban vagyok. Ugye, mert ott megint farkas törvények uralkodnak, az eszik, aki el tudja venni a másiktól a dolgokat. És azért ott még jó kiképeztek erre a dologra. Tudod, ott azért még jobban megtanult az ember a hülyeséget. Most már tényleg személyitnek is kárnak ítélem ezeket a dolgokat, mert végül is tudom, hogy Isten nem ebben gyönyörködik, de szóval az rémített meg, hogy milyen bűnben, milyen dologban vagyok, és ennek mi a vége. Csak egy idő után ezt úgy félretettem, hogy elmúlik ez az emberbe ez az érzés is. Igazából, hogy hogyan találkoztam Istennel, pont a kérdésedre válaszolva, hogy jött oda egy gyülekezet, Boldog Isten gyülekezet volt Hupa László vezetésével, egy evangélista, nagyon megnyilvánult rajta Isten kenete, ereje. Hallottam az evangéliumot, így a szomszéd, ugye 3 vagy 4 házzal odébb volt neki az evangélium hirdetése. Azt azért minden alkalommal úgy elkezdtem közelebb menni, tudod. Ugye vonzott már Isten, megérintette szívemet. Vonzott is Isten, és
csak még a szégyen, meg a megvetés, tudod, mert azért ott jársz a pártin is, hát ilyen csajozós emberke voltam, meg tudod, nagyon soknak a feleségét megismertem, vagy barátnője, vagy nem tudom, és emiatt sokan megvetettek, hogy ezért ki akarod, nem úgy éreztem, ugyanúgy mondják, hogy ki mit akar, ez akar megtérni, tudod. De azért végül is ezen a szégyen falon átmenve, most már tudom, hogy ez egy fal volt, amit az ördög felállított számomra, hogy nehogy már megtérjen ez a gyerek, azt majd jó sok emberkét oda vigyen az Úr elé. De ez hála jó Istennek megtörtént, imádkozott értem a pásztor, befogadtam Jézust az életembe. Nem azt mondtam, hogy egy-kettőre szent emberke lettem, voltak még kilengéseim, de nagyon sokan megtértek az én megtérésemre. Egy nagyon nagy bizonyság volt, ugye a városban is hírhett gyerek voltam. Úgyhogy hatással volt a jó népre, mert amikor látnak valamit, ez csoda volt számukra, szerintem. Talán az elején azért nem, azért jött ez a megvetés, mert hogy nem vették komolyan a megtérésedet, de az idő az beigazolta, hogy ez az ember, ez a gyerek, ahogy te mondtad, ő benne is maradt ebben. Ez nem egy hivatkozás, nem bebújik valami mögé, hanem annak a valaminek a nevében kiáll a közönség elé, és megy előre Jézus nevében. És amikor valaki Jézussal párhuzamban együttműködik, amikor tényleg együttműködik valaki vele, akkor Jézus utat tör. Azt mondja, én vagyok az út, ő kikövezte az utat. Ha valaki erre lép rá, az nem tud eltévedni. És azt ő megsegíti. És így történhetett ez a te életedben így is. Így van, nagyon jó mondod, látták még azért a bukásaimat is, még utána, még ha elkezdtek volna tisztelni is, amiatt, hogy megtértem, vagy nem tudom. De ezt tudom, hogy rengeteg emberre hatással volt az az életem, amit már utána folytattam, és tényleg, ahogy mondod is, hát ugye voltak dolgok, amiket így tört le Isten bennem. Ugye, én úgy gondolom, mert sokan, hogy mondjam, Isten nem engedi meg, hogy olyan dolgok legyenek a belsődben, ami miatt majd később esetleg bajba kerül. Azt mondja, akit elhívtam, azt megtisztítok. Az már az ő dolg, hogy ő tudja. Úgyhogy kellettek ezek ahhoz, hogy sok szégyen falon átmenjek, és az a büszkeség, az a én, ha valaki tudod, azok szépen leomoljanak az életem. Csabi, azt mondtad, hogy az Úr megtisztítja azt, akit elhívott. Ez a megtisztítás, ez mindig könnyű, ez élvezetes? Nem. Milyen? Nagyon fájdalmas. Nagyon, ezért nem tudom, mit érzett Jézus, amikor mentott. Hát szerintem még a gatyáját is lehúzták, vagy mi volt az az. Nem volt olyan, hogy ezébe van fel, szentségesen. Össze-vissza verték, megverték, nagy fájdalmak, és akkor még az, amikor végigmegy a Dolorózán az utcán, mi a koponya hegyre vezetett fel az ő vesztőjére, vitte azt a keresztet, hát az elég súlyos volt az is, gondolom. Meg az a megaláztatás, amit azoktól kapott, akik előtte szeret, ő jó bánt velik, ő nem azt várta tőlük, leköbdösték. Szóval ezen az embernek valami, aki megtér, ezen szerintem által kell menni az embernek. Ez olyan, mint a tűzkeresztség is, tudod? Hogy által menni azokon a dolgokon, hogy majd jöjj Jézus, és utána tűzzel megkeresztel bennünket. Azért az életünkbe, és nem kellemes ez a dolog. Tudod, szeretnénk mi mondani dolgokat. Hát ugyanez, ahogy a börtönbe is bántak az emberrel, hogy amikor esetleg verekedés, vagy bármit csináltál. Még a börtönben van egy tömlöc. Még annál fentin is sötétebb. És ott meghurcolják az embert, levetkőztetik mesztelerrel, benyúlkálnak neki dolgot, hogy nem esetleg visz valamit, vagy érted, mit mondok? Igen. Szóval ez is egy ilyen olyan dolgok, amiben nincs szabadságod, amiben nem te is, ez ilyen fájdalmas. No. Nem kellemes. Nem örülnék az ember, mert és ugyanígy ki vagy, mint ahogy Jézus is ki volt.
téve ennek a dolognak, hogy azt csináltak valamit akartak. És ez nem kell. Most valószínűleg az van, hogy az evangéliumot nem ezzel szoktad hirdetni, mert hogy ez az embereket inkább megijeszti, mint hogy vonzaná. De, és nagyon sokan le is térnek az útról, amikor jönnek ezek a megpróbáltatások, amikről beszélsz, hogy nagyon kemények. Mi az, ami mégis ott van az út végén, amiért érdemes kiállni ezt az egészet, amiért érdemes azt mondani, hogy megmaradok a reménységben, mert a reménység soha meg nem szégyenít. Mi van az út végén? A korona. Az a békesség, az a szeretet, az a nyugalom, az a csend, az ajándék, hogy Úr, az Úrral együtt lehetek. Együtt lehetek abba az országba, amit készített számunkra, ahova szerintem, hát nem tudom, hogy... De én vágyok ebbe az országba. Már amennyire megjelenik az embernek az életébe. De tudom, hogy nem lennék képes rá emberileg. De az Isten szelleme, ami bennem lakozik, és lakozást vesz azok az emberekbe, akik valóban őszintén odaszánták az életüket, az mindig az Isten dolgaira mutat. Az arra tanít bennünket is, azt a vágyakozást, azt a tüzet nem engedi, hogy kialudjon. És ez az a reménység, hogy egy sokkal jobb dologra vágyik az ember, mint ami van. De ő nélkül ez nem menne, ez nem megy. És tényleg, ahogy mondtad is, hogy sokan sajnos, amikor elesnek, vagy az ördög becsapja őket, és anélkül nehéz visszatérni. És hogy mondjam, az a hálaadás, az, ami az emberbe megszületik akkor, amikor őszintén szívedből befogadod Jézust, az a döntés, ami megszületett benned, az fenntart téged. Mert ez nem fogyhat ki, ha megemlékezel arról, hogy mit tett az Úr érted. Az van, hogy mikor az ember hall egy ilyen történetet, és hallja a tanácsokat, akkor leggyakrabban én azt látom, hogy az emberekben mércévé válik, hogy ilyennek kell lennem, meg kell ezt ugranom, meg kell ezt csinálnom, de hát te magad is mondod, hogy rengeteg buktató, rengeteg elesés, ami vár az emberre. De az eleséseket, azokat nem hangoztatjuk, sőt szégyeljük, mert hogy a keresztény élet a köztudatban talán azt kívánja meg, hogy legyen az ember tökéletes. Akik benne vagyunk, és remélhetőleg jól látjuk ezt a dolgot, azok tudják, hogy az elesés vele jár a keresztény élettel, de mi van azokkal az emberekkel, akik azt érzik, hogy az elesésük elszakította őket Istentől? Mit mondanál ezeknek az embereknek? Éppen ezeket a szégyeneket éltem meg én, amikor elestem, és amikor a gyülekezetnek nagyon oda kell erre figyelni, nagyon fel kell nőni arra, hogy szeretettel várjuk vissza ezeket az emberkéket, mert ha a gyülekezet nincs jól tanítva, és a gyülekezetben hiányzik a szeretet, attól függetlenül, hogy teológiai egyetemet végeztek, nem tudom milyen dolgokat, erről beszél pont éppen az Úr, hogy én örülök neki, nem akarom hagyni, hogy az én szolgáim buták legyenek, meg értelmetlenek, de nagyon vigyázni kell arra, hogy a szeretetben maradjunk meg. És ne az legyen elsőre, hogy én mennyit tudok, meg ki vagyok. Ha gyakorlatban ezt a gyülekezet nem tudja átvinni, akkor az az ember, aki elesik, én legalábbis ettől nagyon sokat szenvedtem, hogyha elestem, visszatértem a gyülekezetbe, nem azt mondták, hogy szia, meg szer, ne félj meg, hanem még rugdostak rajtam. És ezt nagyon élte meg az ember, tudod? A szeretet nagyon... mindenek felett? Mindenek felett. Mindenek felett. Mindent fölülír a szeretet. Egyébként nekem nagyon tetszik, amit mondasz, mert általában két táborra osztják ezt, valaki vagy hisz Istenben, vagy tanul róla. De hogyha valaki teológus, akkor azt már úgy elszeparáljuk attól a közösségtől, akik a szeretetben járnak. De akkor azt mondod, és nekem ez nagyon tetszik, hogy nem az a baj, hogy valaki tanul persze, róla, nem. Az a baj, hogyha a tanulás közben elveszíti a fókuszt, elveszíti a szeretetet. A szeretet legyen meg mindenek fölött, és ezután a tanulás. Hát az életemben ez úgy nyilvánult meg, hogy
Hát sokat kaptam Istentől, mert többet is adott az Úr, sok dolgot kérendett számomra, és ezek az értelmességek úgy felfogalkodottá tett, ugye, és ilyenkor azt mondja, hogy a szeretet meghűl az emberbe. És ezt észrevették, a tanítványok észrevették a testvérek, és akkor mindjárt szólnak, mi lett veled? Jóska lettél? Felvetted az ékötest? Szóval, meg az a tudás, persze nem baj, most is azt mondom, nem hátrány, az ember tudja ezeket a dolgokat, de egyensúlyba kell tartani, és a legelső dologban megmaradni, hogy szeressünk. Nem véletlenül mondja az Úr mindig, hogy a remény, a hit, a remény, a szeretet, de a legnagyobb az a szeretet. És éppen az 1 Korintus 13 pont arról beszél, hogyha az angyaloknak nyelvén is tudok, ha hitem akkora van, hogy nem tudom, parancsolok a hegynek, eltűnik. Ha tudományokban is, ismeretben is gazdag vagyok, ha nincs benne szeretet, az nem ír semmit. Úgyhogy számomra, amit az Úr így legmélyebben kijelentett, mindent fölülír a szeretet. Mindent. És tudjuk, hogy a szeretet nem abban áll, hogy mi szerettük az Istent, hanem abban, hogy ő szeretett minket, és elküldte az egyszülött fiát, te pedig evangélistaként talán erre teszed a legnagyobb hangsúlyt. Mi van azokkal az emberekkel, akik a szívükben vágynak erre, de egyszerűen nem tudják befogadni a szeretetet, mert ők maguk nem érzik magukat szeretetőnek. Te biztos, hogy nagyon sok ilyennel találkoztál már az idézőjeles munkásságot során. Nem érzik magukat szerethetőnek. Hát a Rupalaci evangélista testvérem mondta mindig, hogy ha valaki keresztény emberként nem tud túllátni a falon, akkor az sajnos nem keresztény. Később rájöttem, hogy ez a fal az, hogy nem tudok megbocsájtani valakinek. Nem tudok elengedni dolgokat neki. Hogy olyan bűnöket tartok meg az életemben, ami Isten előtt nem kedves. És tudod, sok ember benne marad a törvénybe. A törvény nem tud szeretni, mert lehetetlen, megigazulás is. De ha az ember ezen túllát is meglátja a szenvedő embert, és meglátja azokat a dolgokat, meglátja az igazi szeretetet. Mert igazából ott a paráznőnő esete, amikor beleesett a paráznoságba, és a törvényt a farizeusok Jézus elé vitték, hogy ez is egy ármánykodás volt ellene, de hát beleestek maguk. Azt mondta Jézus nekik, az dobja rá az első követ, aki nem esett még bűnbe, vagy aki nem cselekedett bűnt. Ugye nem maradt ott senki. És igazából ezek az emberek azért nem érzik magukat szerethetőnek, mert még mindig törvény van az életükben. Mert a szeretet a szabaddá tesz arra, hogy szeressék. Tud szeretni. Úgy, ahogy Jézus szeretett bennünket. És ez a legnagyobb szeretet. És ebbe van benne Jézus. Amikor meglátjuk az embert. Tudod, éppen egy hete körülbelül kijelentést vettem az Úrtól, hogy Jézus már akkor megelőlegezte az ő szeretetét, mikor nem is ismertük. Ő már megelőlegezte akkor. Ő már akkor hitt abba, hogy te szeretni fogsz, fogsz tudni, hogy egy szerető ember leszel ő által. És ha mi is így nézzük az embereket, akkor ez a szeretet, ez szabaddá tesz arra, hogy magunkkal szembe is, hogy elhiggyük azt, hogy tudunk szeretni emberi, Isten szeretetével. Az van ebben az egészben benne, hogy attól tudott kezdeményező lenni az ő szeretete, hogy ez egy döntés volt, nem pedig egy érzelmi reakció. És talán erre vagyunk mindannyian elhívva. Te viszont zenélsz nekünk, és nem egyedül. Kivel zenélsz? Istvánnal. Ki ő? Ő a gyülekezet lelki pásztora. Együtt kezdtétek az égő csipkebokor gyülekezetet építeni? Igen, a csipkebokor gyülekezetet az együtt kezdtük, hála jó Istennek. Együtt munkálkodunk az Úrba, együtt vezessük, döntéseket is együtt hozzuk.
presbitériummal. Fontos számunkra az egység, mert tudjuk azt, hogy Isten elhívott, ha már ott van a gyülekezetbe, bemerítkezett, akkor Isten megajándékoz minden embert. Ajándék nélkül senki nem megy haza. És hogy ezek az ajándékok megnyilvánuljanak, mi pedig abba tesszük ezt nyilvánvalóvá, hogy hiszünk abba, hogy amikor összejövünk, egységben vagyunk, akkor Isten ad mindenkinek egy puzzle darabot, hogy a képet ki tudjuk rakni, kialakuljon egy kép. És ebbe tudom, hogy mindazok, akik ajándékot kaptak, puzzle-t is kaptak ahhoz, hogy együtt rakjuk ki a képet. És hiszek abban, amikor megyek ima alkalomra is, hogy együtt imádkozunk, hogy embereken keresztül is Isten oda fogja rakni a hiányzó részt, amit én nem látok, vagy ez, mint a testvér nem lát. Úgyhogy ezen dolgozunk, ebben járunk, hogy minket, mint vezetőket, és abban, hogy tökéletesedjenek, mert arra hívott el bennünket az Isten, hogy a szentek tökéletes bítése céljában. Nem arra, hogy majd mi megvonjuk a tutit, mert mi mindent tudunk, hanem arra, hogy ők is egy résztvevők. Igen, és de a közösség tagjai azért mégiscsak várnak tőletek egy vezetést, egy ölelést, egyfajta szeretetet, ami soha el nem múlik, és ti ezt hárman gyakoroljátok egymás közt. Ki a harmadik tag? Kis Alexandru presbiter a gyülekezetbe, egy román testvér, igaz, hogy már körülbelül 20-25 éve közöttünk van, de részese ő is a gyülekezet építésnek, úgyhogy ő lehet, hogy később kezdte egy évvel, vagy kettővel talán, de most már úgy beépült igazán is. Így gyakoroljuk együtt ezt a közösségvezetést. Hogy megy nektek ez a megosztás? Mert nincs két ember, aki mindenről ugyanazt gondolná. Nyilván ti is, van, hogy egyikötök jobbra menne, a másik balra. Hogy lehet egy gyülekezet vezetését hosszú távon jól kezelni, jól előrevinni a közösséget? Hát, engedünk egymásnak. Ez a legfontosabb. Ugye vannak, főleg amikor nekem van látásom, abból nem akarok engedni, de mégis az a tisztelet, az a szeretet, amit az Úr munkál a szívünkbe, az megtanít bennünket. Nem azt mondtam, hogy problémamentes a dolog, de hála jó Istennek ezeket a szeretetbe meg tudjuk oldani. És talán erről szól egy házasság, vagy egy szülő-gyermek kapcsolat is, hogy problémák azok vannak, engednünk kell egymásnak. Így van. Ez volna a kapcsolatok titka, az engedés? Szerintem igen. Miből enged ilyenkor az ember? Hát az önzés, az a de most, hogy az én igazságom lehet, hogy nem munkálja az Isten igazságát. Mert ez egy idő után úgyis ki fog derülni, hogy mi lesz, meg hogy lesz, tudod. De úgy gondolom, hogy bennünk nem az van, hogy te vezető vagy, meg izé vagy, hanem az, hogy a szeretet munkálkodik bennünk is. Amikor, miha makacs vagyok is, mert tényleg én vagyok a legmakacsabb sokszor, de megújít az Úr ebbe is, tudod. És ezt talán azt kell, hogy fel tud ismerni ezt a problémát, úgy látszik, ez pedig nálad megvan. Hát annélkül nem menne. A felismerés nélkül nem menne, ha nem kérdezem meg otthon az Úrtól, hogy Uram, mit akarsz? Hogy akarod? Még ha az igéből hirtelen nem is jön valami, a Szent Szellem megszólal, és az a lelkiismeretünket hajtja elve, hogy megújuljunk ebbe a dologba. Ha nem, akkor megyek, keresem, kutatom, és nem hagyom annyiba, és azért adott az Úr egymással lévennünket, hogy az Isten akarata legyen meg közöttünk. Mert sokan nagyon félreértik azt, hogy Isten nagyságba akar bennünket növeszteni. Szóval az legyen közöttetek a legnagyobb, hogy mondja? Aki a legnagyobb akar közöttetek lenni. Aki a legnagyobb akar lenni, az ne, legyen a legnagyobb. Nincs semmi gond. Legyen mindenki nagyobb. Szolgálja.
Erről van szó. Hát ez a valódi nagyság, nem igaz? Hát azért a nagyságot elérni nem könnyű. Az egy nehéz feladat, és mindenki szolgájává lenni, az nem egy könnyű feladat. Pont, igen, nagyon jó mondod, mert az ember úgy éli meg egyébként. Sokan azt hiszik, hogy az a nagyság, hogy majd emelik őket, mi a másik fölé emeli. Nem. Pontos, ahogy a láb kapca lesz az ember. De jó az a bizonság, jó az a tudat, hogy Jézus ugyanezt cselekedte, amikor megmosta tanítványok lábát. Példát mutatott nekik. Igaz, hogy mesteretek vagyok. Igaz, hogy én vagyok a tanítódok. De lássátok, lehet, hogy most nem értitek, de később majd meg fogjátok érteni. Péter tiltakozott, ó, uram, az én fejemet bíz. Hát az volt benne, nehogy már te akarod megmosni, uram. Az Isten fia, ne hülyéskedjél. De Jézus elmondta neki, hogy Péter, ha nem engeded, hogy megmossam a lábad, akkor nem lesz hozzád között. De tudod mit? Péter is nagy feladat elé volt állítva. Megengedni, megmosni a lábunkat annak, akiről tudjuk, hogy, ahogy János mondta, arra sem vagyunk méltóak, hogy a sarujának a szíját megoldjuk. Beleadni a kezébe a lábunkat, és azt mondani, hogy most te leszel a szolga, és engem emelsz fel, ez nem egyszerű feladat. Látod, pont erről szól a mi szolgálatunk is, hogy egymást emelni. És erről ne is feledkezzünk, mert aki nem emel, ő nem emeltetik. Ez nagyon szép dolog. És most jön a dal, de az a nagy igazság, hogyha valakinek nagyon megtetszik, és elmegy hozzátok ezért a közösségbe, már nem ezzel fog találkozni, ugyanis ott nem tizen éltek, hanem a fiatalok. Igen, igen, de azért szoktuk mi is segíteni beállni, de igazából már őnekik adjuk át a terepet, hagyja koroljanak, hogy éljék meg a dolgokat. Mert a gyakorlat teszi az embert mesterré, úgyhogy ők is. De mi is azért néha-néha úgy beletesszük magunkat. De nagyon jó azt tudni, hogy van generáció, aki ezt folytassa. Vannak tanítványok biblikusan szól, és tényleg ez a legnagyobb öröm. Milyenek a fiatalok? Hogyan? Hogy érzitek, hogy eleve az, hogy a szívből dicsérik az Úrat, élvezik azt, hogy a zene számukra az Úr dicsérete, mert a zenét azt nagyon sok mindenki élvezi, de az Úrnak való zenélést már nem biztos, hogy mindenki. Hát különbözőek, különböző egyéniség, vegyes, hát figyelj, ahogy a tanítványok közössége, úgy azért egymást is gyúrták, meg tanították. Hiszek abból, hogy ha van közöttük kettő-három ember elkötelezett, meg azért szeretik, ugye rákaptak, úgy ízlelték a kenyeret. És ez megnyilvánul abban, hogy hála jó Istennek kenet van a dicséreten. Az a kenet, ami valóban letöri a terhesség ágát, ahogy mondja a Biblia. Kell, hogy az emberek, és ezt lássuk, hát érezzük, ugye a Szent Szellem azért csak kijelenti, hogy érzelmi, vagy nem, most nem azt mondom, hogy mindig sikerül nekik, de minél többet gyakorolják, minél többet vannak az Úrral a közösségben. És nagyon fontos, hogy ne csak a dicséret, hanem az ige ismeret az fontos hozzá. Kell, hogy bibliázzanak, otthon gyakorolják ezt, megéljék. És akkor innen, ha megismerik az Urat, akkor nem kell hozzá már nagy tehetség, hogy dicsérni tudják, mert szerintem be fogja őket tölteni a Szent Szellem. És azért ott vagytok nekik, ti is, hogy segítsétek ebben őket, és az Isten áldja meg a szolgálatotokat továbbra is. Én nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk, nagyon örülök, hogy meséltél a gyülekezetetekről. Mindig nagyon élvezem azt, amikor megismerhetjük az ország különböző területeiről érkezőket és az ő gyülekezetüket, hogy gyülekezet kultúrák mások és másmilyenek lehetnek, és színes, úgy, ahogyan te is mondod, színes, nincsen egy abszolút jó, nincsen egy abszolút rossz, hanem más és másmilyen, és a más és más találkozása alakítja ki a kapcsolatot, és talán ez a nagy feladatunk.
Nagyon örülök, hogy eljöttél. Én is örülök, hogy itt lehettem. És ahogy szó esett róla, a szeretet nem abban áll, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és ennek jeléül elküldte az ő egyszülött fiát. Mégis nehezen tudjuk. Még ha az üzenetet el is fogadjuk, hogy Jézus meghalt a világért, a szeretetet nem biztos, hogy befogadjuk. Én találtam egy olyan technikát, ami számomra nagyon könnyen elfogadható, és amikor úgy érzem, hogy nem tudom elfogadni a szeretetet, emlékeztet arra mégis, hogy mennyire szeretve vagyok. Tehát, hogy a szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük az Istent, de lássuk be, mi mégiscsak szeretjük az Istent. És képzeljük el, hogyha mi ennyire szeretjük őt, és el tudjuk fogadni, hogy az írás igaz, és a szeretet abból fakad, hogy ő szeret minket, akkor ő mennyire szerethet. Tehát amikor én arról emlékezem meg, hogy mennyire szeretem őt, az mindig emlékeztet arról, hogy ő még jobban szeret engem. Kívánom, hogy mindenki tapasztalja meg ezt a szeretetet, és tudja elfogadni, mert ebben áll a kulcs. Fogadjuk el, és alkalmazzuk a világ felé. Szeressük egymást! Minden nap én áldom, az Úr nevét, mint a napsugár féli, mint a napsugár féli. Megváltott ő minket, ő elhívott, hála néked nagy király, hála néked nagy király. Minden nap én áldom, az Úr nevét, mint a napsugár féli, mint a napsugár féli. Megváltott ő minket, ő néked nagy király, hála néked nagy király. Halleluja Jeshua, halleluja Jeshua, halleluja Jeshua, halleluja néked, halleluja Jeshua, halleluja Jeshua. Halleluja, Jeshua, halleluja, néked.